minél többen megjelennek, az azt jelenti, hogy kíváncsiak. Volt érdeklődés Kónya István képviselő körzetében a Szolgáltató Önkormányzat címet viselő fórumsorozat csütörtök esti állomásán. A többi helyszínhez hasonlóan a házigazda itt is az elmúlt időszak ügyes-bajos dolgairól beszélt, csak ő egy prezentáció segítségével tette ezt. Közel 6,5 millió forint értékben megtörtént a Budrió lakótel belső útjának az aszfaltozása, új parkolók létesültek, parkoló felfestéssel, két irányosítva lett egy rövidke 30 méteres szakasz, ami az Ajtósi 41 és a 46-ban lakók kértek már évek óta, és terelőszigetek, akadálymentesített járdák kerültek kialakításra. Történtek az Észak-Törökzugi lakótelepen is kisebb-nagyobb fejlesztések, elsősorban a kutyajátszó és pihenőparkot emelném ki, azért, hiszen ez egy szimbolikus jelentőségű volt, ugyanis nagyon sok panasz érkezett, hogy a kutyatulajdonosok és a nem kutyatulajdonosok között sokszor elég mérges a kapcsolat. Az elmúlt időszak fontosabb történései kapcsán Kónya István szót ejtett az idős gesztenyefák gondozásáról, melyre az ő interpellációja nyomán szavazott meg a képviselő testület évi 2,5 millió forintot. Hangsúlyozta, a közvilágítás fejlesztése 15 utcát érint a körzetben. A képviselő szót ejtett az idei évre vonatkozó tervekről is. Döntően járda, és lesz egy hangsúlyos összeg, még nem tudom, hogy mennyi. A közlekedési játszópark itt a Békesugárhoti Ótában ugye 40 éves, méltóképpen szeretnénk megünnepelni, az aszfaltot szeretnénk felújítani, az, hogy most ez mennyibe kerül, még nem tudok nyilatkozni erről, felmérések készülnek, de az valóban egy komoly jelentős összeg is lesz, és azt gondolom, hogy az óda életében egy történelmi jelentőségű. Ebben az évben 14 millió forintos képviselői keret kapcsán Kónya István kiemelte. Ennek felhasználásáról a körzetben élők bevonásával szeretne döntést hozni.